viszonylag nagy gazdaságot vezetünk a cégben, a növényvédelmet, a növénytermesztést irányítom elsősorban, és hát ezzel kapcsolatban ugye a napi munkákat is van, amikor operatívan, van, amikor pedig hát a kollégáimon keresztül. A fő tevékenységünk a növénytermesztésben nagy ipari és gabonanövények termesztése. Próbáljuk okszerűen ezt a növénytermesztést végezni. Több ezer hektáron 6 éve végzünk precíziós gazdálkodást. Ez pillanatnyilag azt jelenti, hogy differenciált tápanyag kijuttatást végzünk makroelemekkel. Növényvédelem nélkül nem termesztető. Nem hogy gazdaságosan, hanem értelmetlen, hiszen nem csak mennyiségi problémák adódnak, hanem egyáltalán minőségi vagy betakaríthatósági. Gyakorlatilag gyomírtás nélkül lehetetlenség, és egyáltalán, hogy mennyiség termés legyen, és hát bizonyos gombavédelem, meg vagy rovarvédelem nélkül pedig hát gyakorlatilag csak silán gyenge minőségű vagy fogyaszthatatlan terméket lehet előállítani. Mindenki tulajdonképpen a családomból a mezőgazdasághoz kötődik, megvan az átmenet is tulajdonképpen a családban, hogy idővel a fiatalabb generáció hogy tudja átvenni ezeket a dolgokat. Ma a 21. század embere nagyon, nagyon távol van a mezőgazdaságtól. Nagyon, még a falun élők nagy része is nagyon távol él a mezőgazdaságtól. Nincs is tisztában az ott zajló viszonyokkal. Néha látnak hatalmas gépeket elvonulni, hiszen ma már a legkisebb gazdálkodó is hatalmas gépekkel dolgozik. És ezen kívül fogalma sincs, hogy zajlanak a folyamatok. És igazából helyek közel az egyszerűbb ember még talán odáig is eljött, hogy a krumpli valahol ott a zsákba terem, vagy valahogy a Tesco-ban ő. Tehát eddig nem gondolkodik a mai ember, hogy mi mindennel jár együtt a mezőgazdaság. Ugye nagyon divatos ma környezettudatosnak lenni, nagyon divatos ma zöldnek, akár sötét zöldnek lenni, hogy ezt se tegyük, azt se tegyük, ezzel se dolgozunk, abból sem szabad. Értek én ez alatt akár kemikáliát, akár növényvédőszert, tehát éljünk természetközeli módon, és termeljünk bio élelmiszereket, vagy ahhoz közeli élelmiszereket. Sajnos ez nem működik. Én azt gondolom, hogy a kemikáliák nélkül sem minőségben, sem mennyiségben ma nem tudnánk előállítani azt a mennyiségű élelmiszert, ami nevezzük nevén a föld népének, de hát akár a magyar agráriumnak, amire szüksége van, és azonnal ez nagyon komoly áremelkedéshez kellene, hogy vezessen, hiszen nem teremne meg sem mennyiségben, sem minőségben az az élelmiszer, és ugye ez a mindennapok embere nincs hozzászokva.